Köszöntöm a nézőket, pénteken kezdődik a Királyi Napok rendezvény sorozata. Augusztus 13-a és 22-e között színes programok várják az itt lakókat és az ide látogatókat. Vendégem a stúdióban Cserpalkovics András polgármester. Köszönöm szépen a lehetőséget, és szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm. Ugye mondtam, hogy színes programok várják az ide látogatókat, és ez igaz is ebben az évben is, hála Istennek, de nem mindig nézett ki így, hogy megvalósulhatnak a programok. Hát ez valóban így van, azért ott tavasz környékén egyáltalán nem tudtuk, hogy az idei nyáron mire lesz lehetőség, milyen rendezvényeket lehet megtartani, milyen szabályok adta kereteket kell majd figyelembe vennünk, amikor meghatározzuk a programokat, rendezvényeket. Aztán látszott, hogy köszönhetően az oltási programnak mindenkinek, aki beoltatta magát, hogy javulnak a járványhelyzet, ebből fakadóan az esélyei is annak, hogy szép nyári időszakot tudhatunk majd a mindennapokban is, ilyet élhetünk át. És hát szerencsére most pedig már jutottunk abba a helyzetbe, hogy az Alba Jazz Fesztivál az úgy tudott elkezdődni, hogy azon nagyon sok ember vehet részt a megújított, felújított Bartók téren, és augusztus 18 és 22 között pedig gyakorlatilag nem is lesznek érvényben olyan szabályok, amik a rendezvények vonatkozásában nehézséget jelentenének. Úgyhogy augusztus 13-án megnyithatjuk a Királyi Napokat, és augusztus 22-ig egy szerintem nagyon-nagyon-nagyon szép fesztivál, történelmi jellegű, értékekről szóló, jókedvet, mosolyt az emberek arcára, mindennapjaiba csalogató fesztivál lesz az idei Királyi Napok is. Talán azt a megértést kérem, hogy azért van egy-két olyan programelem, ami hosszú-hosszú hónapokkal annak megrendezése előtt már el kell, hogy indítsuk, engedélyeztetnünk kell, és ezeket pont a bizonytalanságokán ezt nem tudtuk megtenni. Ilyen a koronázási szertartásjáték, hiszen ott a Nemzeti Emlékhelyen színpadot építeni a romterület fölött, a sírok fölött, azért az nagyon komoly engedélyeztetési folyamat, ott igényel, ezt most nem indítottuk el, úgyhogy erre most nem volt lehetőség. Nemzetközi Néptáncfesztivál nem volt idén tartható, hiszen nagyon bizonytalan volt, hogy nemzetközi csoportok hogy tudnak utazni, különösen Európán kívülről, de lesz koronázási szertartásjáték az előző évekből bemutatva, lesz, ha nem is nemzetközi, de lesz néptáncgála, lesz néptáncfelvonulás, meg lesznek a királyi báboknak a felvonulásai, meg lesznek azok a lelki, mondjuk úgy, hogy egyházhoz kötődő, kulturális értékeinkhez, keresztény értékeinkhez kötődő ünnepek, ünnepségek, augusztus 14 fogadalmi szentmisé, augusztus 15 vagy éppen az augusztus 20-ai Szent István ünnepséghez kapcsolódó például kenyéráldás. Tehát azt hiszem, hogy tényleg egy nagyon szép másfél hét vár ránk. Én bízom benne, hogy sok fehérvári is elfogadja a meghívásunkat a programokra, és azt is látjuk már a szállodai foglalásokon is, hogy nagyon-nagyon sokan fognak jönni az ország különböző részeiről, és még egyébként külföldről is. Most már sok mindent elmondott. Mi készültünk néhány bejátszóval, Kaiser Tamás kollégán készített interjút néhány illetékessel, szervezővel. Az egyik ilyen bejátszót nézhetjük most meg. Szerencsére azért közelítünk már ahhoz a rendezvényhez, amit még 2019-ben tarthattunk meg. Tavaly ugye jelentős korlátozásokkal tudtuk ezeket az eseményeket megrendezni, magát az eseménysorozatot. Most augusztus 13-án egy látványos megnyitóval fogjuk elkezdeni az egész Királyi Napokat a Nemzeti Emlékhelyen, Matúz János rendezésében. Azután 13-a és 17-e között zajlik a Királyi Napok Folk Fesztivál a Táncházban és különböző belvárosi helyszíneken. Augusztus 14-től 17-ig a Bartók Béla téren a szertartási játékokból láthatunk egy-egy vetítést esténként. Augusztus 14-én az Icsiligetben egy családi piknikkel készülünk, ahova mindenkit nagy szeretettel várunk. Ugyanilyen családi pikniket szervezünk augusztus 15-én a Szénatérre is. Augusztus 17-én és 19-én az óriásbábokkal találkozhatnak a belvárosban azok, akik kifejezetten érdeklődnek az óriásbábok iránt, hiszen 6-6 óriásbábot fogunk kihozni a belvárosba, bemutatjuk őket, hagyományőrzők és régi zenei csapatok fognak minket kísérni. 19-én itt a Városház téren ennek a kis felvonulásnak a megszakításaként az Ifjúsági Fúvós Zenekar fog egy kis koncertet tartani. Augusztus 19-én az enyhítéseknek köszönhetően megtartjuk az öreghegyi mulatságokat. Délután 4 órától, hiszen egy hétköznap, korábban nem kezdjük a programokat, délután 4 órától 23 óráig várunk mindenkit a Borivár előtti térre, az ott felállított színpadra, és ahogy mindig is elhangzott, öreghegy ilyenkor vendégül látja Székesfehérvárt. Augusztus 19-én az Icsiligetnél felállított nagy színpadon Best of Geszti produkcióval várjuk a közönséget.
20-án is István a király koncert keresztmetszettel, 22-én pedig egy fesztiválzáró néptáncos programmal. Augusztus 20 és 22 között a belvárosban zajlik a koronázás ünnepi játékok, amikor a belváros megpróbálja egy kicsit visszavarázsolni a középkorba, és azokat a látogatókat visszavinni ebbe az időbe, akik erre járnak. Lesz itt középkori vásári hangulat, hagyományőrzők fogják szórakoztatni bemutatóikkal az erejárókat, gólyalábasok is lesznek köztünk, régi zenei programok, kézműves programok, az egész belvárosban érdemes körbejárni ebben a három napban, hiszen mindenhol lehet találni valami izgalmas programot. Mivel 2013-ban készítettük az első óriásbábokat, és akik ismernek, már úgy neveznek, mint az óriásbábok anyja, ezért azt mondom, hogy augusztus 20-án egy látványos Fehérvári Királyok menete című felvonulásban láthatják mind a 21 óriásbábot, akik elkészültek ebben a 2013-tól idáig tartó időszakban. 21 történelmi alak, akik mindegyik egy-egy különböző kis művészeti alkotás, ők fognak végvonulni délután 4:30-tól a belvárosban az ünnepi díszközgyűlés helyszínére. Hát megjegyezni nem lehetett, mert rengeteg programot felsorolt Benkő, igaz Krisztina. Nagyon nagy szervezést igényel szerintem ez így a város részéről, azok részéről, akik tényleg benne vannak így a szervezőbizottságon. Mikor tudtak nekiállni igazából tervezni, szervezni a programokat? Hát Krisztináék azért most már hónapokkal ezelőtt elkezdték, és azóta is zajlik ez a munka, de valóban nagyon-nagyon bizonytalan volt, hogy milyen feltételekkel lehet, hiszen itt nagyon nem mindegy, hogy van védettségigazolvány, előírás nincs, hány ember lehet egy programon, ültetett program lehet-e, csak beltéri lehet, vagy kültéri, ezekhez milyen engedélyek kellenek, úgyhogy volt olyan, amire bizony szinte az utolsó pillanatig várni kellett. Elhangzott az Icsiligeti nagy színpad, ahol ugye hagyományosan felállítjuk a nagy színpadot néptáncnak, különböző komoly zenei koncerteknek, vagy könnyedebb esti koncerteknek a számára. Ott előtt azért sok ezer ember elfér, jól tudja magát érezni, miközben benn van a belvárosba. Sokáig úgy volt, hogy ezeket a koncerteket és a nagy színpadot azt majd a Bregyóban lehet felállítani, illetve megtartani, hiszen ott tudtuk volna a védettségigazolványokat ellenőrizni, a belvárosba zárni. Nehéz is lett volna, bár talán nem kivitelezhetetlen, de hogy nem lett volna jó üzenete pont augusztus 20-a környékén zárni mondjuk a főteret, abban azt hiszem, hogy biztosak lehetünk, de szerencsére megoldódott, hiszen augusztus 18 és 22-e között a zenés táncos rendezvényeket is más szabályok között lehet megalkotni, létrehozni, bemutatni, úgyhogy az Icsi színpad az ott lesz, ahol szokott lenni, és például augusztus 20-a este István a királlyal szerintem méltán fogunk ünnepelni, és biztos, hogy nagyon-nagyon sokan lesznek azon a programon is, és más programelemeken is. Azt talán fontos azért hangsúlyoznunk, ez a másfél hét, ez egyfajta történelmi tematikájú és vállaltan értékek mellett létrehozott fesztivál. Nagyon sok közösség, intézmény együttműködésében tudjuk ezt megvalósítani, és méltán vagyunk büszkék erre a több mint ezer éves történelemre, méltán vagyunk büszkék, hogy ez a nemzet történelmi fővárosa, ahol a megnyitó lesz a nemzeti emlékhelyen, az a nemzet történelmi bölcsője, és azok a koronázási szertartási játékok hitelesen csak ott bemutathatók, amit Fehérvár ezzel a hellyel a múltból örökölt, és ez az örökség számunkra egyfajta kötelezettséget, felelősséget is jelent, és ettől még lehet egy jókedvű, vidám, mosolygós fesztivált rendezni, de nem elfelejtve, hogy augusztus 20-a Szent Istvánhoz, a keresztény kultúrkörhöz csatlakozik, kapcsolódik, és enélkül mi nem lehetnénk ma itt. Úgyhogy ezt tudatosan felvállaljuk. Egyúttal pedig rengeteg embernek bízom benne, hogy idén is örömet lehet szerezni. Én itt is szeretném megköszönni annak a sok embernek, aki dolgozott, dolgozik a lebonyolításban, azoknak, akiknek a munkájuk szerint ez a feladatuk, azoknak, akik mondjuk önkéntesként nyújtanak segítséget, szinte az összes kulturális intézményünk csatlakozik valamilyen formában, de adott esetben egyéb cégeink is, szinte például a Fehérvíz biztosítja a várossal közösen az ingyenes vízosztás. Tehát nagyon nagy összefogás eredménye egy ekkora fesztivál. Én remélem, hogy tényleg nagyon sokan és nagyon jól fogják magukat érezni ebben a másfél hétben Fehérváron. Ugye most néhány dolgot már elmondott, például, hogy a Nemzeti Emlékhelyen lesz most ugye a megnyitó. Változtak néhány esetben a helyszínek. Hogyan változtak és miért? Talán a legfontosabb éppen a megnyitó, ahogy el is hangzott, a Nemzeti Emlékhelyen kerül megrendezésre. Ennek is az volt az oka, hogy ott lehetett volna adott esetben az igazolványok ellenőrzése tekintetében a szabályokat betartani. Itt is azért egy kicsit már könnyebb lett a helyzet, mint mondjuk 3-4 hónappal ezelőtt is ez látszott.
De azt nem azért nem változtattunk a helyszínen, mert közben hát mégiscsak a nemzettörténelmi bölcsőjéről van szó. Itt készülnek Matuz Jánosék, adott esetben művészekkel, a különböző kulturális intézményeink fiatalokkal, arra, hogy nagyon szép megnyitott varázsoljanak. Egy titkos meglepetésre is készülünk, ami hogyha ha összejön, akkor biztos egy különlegessége lesz ennek az évnek. Egy kicsit persze nyilván az olimpiából nem vonhatjuk ki magunkat itt Fehérváron, meg nem is szeretnénk, de még egyszer a nemzeti emlékhelyen kell majd a megnyitót keresni. Fogadalmi Szentmise augusztus 14-én ugye követi a tavalyi évben kialakított hagyományt, viszont eltér a korábbi évektől, hiszen a Szent Imre templomba tud vonulni majd tudnak vonulni a Szent Család erekéi, és onnan majd körmenetbe lehet a mise után, a fogadalmi szentmisét követően a nemzeti emlékhelyre vinni, és ott lesz majd egy kis ünnepség néhány ünnepi gondolattal is. Azt hiszem, hogy ez is nagyon szépen bevált, és nagyon sokan voltak tavaly is, bízom benne, hogy most is sokan jönnek majd. Az azt követő napokban pedig talán a legfontosabb, még egyszer, hogy az Icsi ligetnél lesz a nagy színpad az augusztus 20-a előtti és utáni néhány napban, hogy 22-én este majd egy néptánccal fogjuk zárni ezt az eseménysorozatot, de ugye a Bartók tér is bevonásra kerül a helyszínek sorába, a színház környékén is lesznek programok, tehát egy kicsit széthúzzuk talán így a rendezvényt, nem is biztos, hogy baj ez, és azért itt fontos türelmet kérni a belvárosban élőktől, és meg is köszönni nekik ezt a türelmet, mert persze rengeteg ember, akár esténként sok-sok ezer ember jól érzi magát, aki ott lakik, ennek nem biztos, hogy mindig nekik könnyű, úgyhogy köszönöm és hála nekik, hogy ezt elfogadják, hogy közben a történelmi belváros egy ilyen történelmi fesztiválnak ilyen is helyet kell, hogy tudjon adni. Elhangzott itt a Bartók Béla tér, ami ugye nem olyan régen lett felújítva. Most a következő bejátszóban elmondják majd, hogy milyen szerepe lesz a Bartók Béla térnek. Az érdeklődés nagyon nagy, a boom beindult már egyébként a Turinform irodában, hatalmas forgalom van napok óta, de mondhatni hetek óta is, és erre számítunk a királyi napok idején is. A Turinform iroda mellett idén is fogunk egy külső információs pontot üzemeltetni a Városháztéren. Az a rendezvény időtartama alatt minden nap működni fog, és minden nap este 8-ig, illetve a programok időtartamáig nyitva lesz. Az iroda a szokásos nyitvatartása szerint működik. Azt gondoljuk, hogy így valóban mindenkit ki tudunk szolgálni információkkal, és hát programokkal is, hiszen a Turinform évek óta arra törekszik, hogy különböző, inkább a turisták számára vonzó programelemekkel egészítse ki a királynapok egyébként igen gazdag program kínálatát, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy akik ide érkeznek a rendezvényre, a várossal is megismerkedjenek. Különböző tematikus városnéző programokat bonyolítunk, és a nyitott városháza város vezetéseit is mi fogjuk koordinálni, nálunk lehet majd regisztrálni ezekre az ingyenes programokra. A királyi napok 10 napja alatt minden nap lesznek vezetett városháza túrák idegenvezetők által, hétköznapokon délutánonként, hétvégén pedig egy délelőtt, egy délutáni alkalommal lehet majd a városházát megtekinteni. A legnagyobb feladat igazából kitalálni volt nehéz, hogy ebben a megváltozott helyzetben, amit annyi bizonytalanság terhel, hogyan tovább? Hiszen tudtuk jól, hogy 9 év után lassan elérkezik az Árpádházi királyok koronázása ciklusának az utolsó mozzanata, harmadik Andrásnak az utolsó Árpádházi királynak a koronázása. De rengeteg volt a bizonytalanság, és igazából ezért ezt a szertartási játékot, ami valamilyen szempontból befejezése egy nagy évű eposznak, azt nem szívesen szolgáltatnánk ki. Méltóan szeretnénk befejezni ezt a ciklust. Ezért közösen úgy döntöttünk, hogy talán az a legszerencsésebb, ha mielőtt befejezzük ezt a nagy ciklust, visszatekintünk. És hova érdemes visszatekinteni, ha nem a zenitre, ha nem az Árpádház zenitjére. Az Árpádház zenitje pedig minden kétséget kizáróan harmadik Béla. Harmadik Béla, aztán az őt követő második András, majd negyedik Béla életútja, koronázása és a hozzájuk tartozó szertartásjáték elevenedik meg így a Bartók Béla téren.
köszönhetően a Fehérvár Televíziónak, mert kiváló minőségben rögzítették ezeket az előadásokat. Túlzás nélkül mondhatom, hogy ezek több, mint rögzítések, ezek szinte televíziós film vagy televízió játék színvonalúak. Tehát valójában, aki eljön és megtekinti ezeket az előadásokat a Bartók Béla téren, ezek tulajdonképpen retrospektív vetítések, garantáltan jól fogják érezni magukat. És hagyd tegyem még hozzá, hogy minden egyes előadás előtt a Rákóczi Szövetség, akiknek táborozó fiataljai, határon túlról toborzott fiataljai, egy összefoglaló játékot mutatnak be a nézőknek. És szeretnék még annyit hozzátenni, hogy valamennyi rendezvényünk ingyenes lesz, és korlátozás nélkül lesz látogatható, de az is nagyon lényeges, hogy regisztrációhoz kötött, hiszen nem szeretnénk, hogy bárki is lemaradjon ezekről a vetítésekről, tehát a színházi jegyirodájában lehet regisztrálni, és karszalagokkal, de ingyenesen lesz majd látogatható ez a program. Hát akkor megtudtuk a Bartók térnek az egyik fő feladatát is a következő napokban. Most meg ne felejtsük el, hogy az Alba Jazz Fesztivál zajlik éppen ott. Én ugye elmondta a Szikora igazgató úr, hogy hát a szertartás játék most nem a formában, de ugye filmvetítésen megtekintető, illetve előtte lesz műsor. A Bartók Béla tér akkor egy ilyen alkalmas tér lett, ugye a felújítás után arra, hogy ilyen programoknak adjon helyet. Igen, nem tettünk mást, mint elődeink döntéseit, szándékait tiszteletben tartva újítottuk meg, és újítottuk fel a Bartók Béla teret. Ugye ezt elődeink annak idején úgy álmodták meg, hogy ez egyfajta rendezvénytér legyen, középületekkel körülvetten, nem lakóingatlanok által övezett területről beszélünk, és olyan jó belső atmoszférája van ennek a térnek, ami abszolút alkalmas arra, hogy 400-500 fős ültetett rendezvényeket lehessen megtartani, legyenek azok adott esetben irodalmi, legyenek a zenés produkciók, mint ahogy most elhangzott részben filmes produkciók, és most ezekben a napokban, hetekben különböző műfajok ki is fogják próbálni a teret. Az eddigi visszajelzések nagyon pozitívak, szerintem szép is lett, tehát hogyha napközben ott csak sétálunk egyet, az is nagyon-nagyon szép környezet, ott a Cisztere előtti terület gyakorlatilag szépen megújult, rendezett lett, virágos lett, fákat tudtunk, növényzetet tudtunk megújítani, ültetni, úgyhogy szerintem méltán lehetünk erre büszkék, de ez sem önmagáért van ez a tér, hanem hogy közösségi tér legyen, hogy ott a közösség, az emberek találkozási pontja tudjon kialakulni, az pedig igenis a kultúrán keresztül elérhető, rendezvényeken keresztül lehet az embereket megszólítani, bízom benne, hogy most ezekkel a rendezvényekkel is ez siker lesz. És azért itt muszáj hozzátennünk, hogy a következő időszakban tudjuk, hogy vannak kihívásaink, és ez még sajnos a járványhelyzettel is összefügg. Nem tudjuk, hogy alakul ez a bizonyos negyedik járvány, mit fog ez okozni. Egyet biztosan tudunk, az egyén védelme érdekében és a közösség mindennapjainak védelme érdekében is egy megoldás van, az oltás. Úgyhogy én arra kérek mindenkit, hogy aki eddig még nem tette meg, az oltassa be magát. Mindenféle vakcina rendelkezésre áll a kórházi oltóponton, használjuk ezt a lehetőséget, védjük magunkat, védjük a családjunkat, a barátainkat, és azt az életet, amit most megint egy kicsit visszakaptunk. És ha visszakaptunk, akkor jó lenne ezt nem elereszteni, és hogyha lesznek is bizonyos korlátozások, talán azok már nem lesznek olyanok, pont azért, mert nagyon sokan úgy döntöttek már eddig is, szerintem felelősséggel, hogy beoltatják magukat. Igen, az oltás azért is fontos, mert tényleg itt most azért jó sokan leszünk szerintem a városban, estéről, vagy délutánról. És ez már azért hetek óta zajlik, szerencsére az adatokon ez nem látszik, és ez ebben az esetben nagyon jó hír, viszont más adatokon meg látszik, mert azért a turisztikai vállalkozásoknak, szállodásoknak, vendéglátósoknak ez egy nagyon-nagyon fontos kiemelt időszak, ahol egy kicsit legalább részben pótolni tudják azokat a kieső bevételeket, amik télen, tavasszal nem voltak meg, pont a Covid-nak idézőjelben köszönhetően. Most nekik is fontos, hogy nyitva tudnak lenni, hogy sok embert tudjunk a városba csalogatni, ők ezáltal a munkahelyeiket meg tudják őrizni, újakat tudjanak létrehozni, egzisztenciát tudjanak adni fehérvári családoknak. Azt látjuk, hogy szerencsére sok a turista, mondjuk persze olyan rendezvények, most mind a tájfutó világbajnokság, ami azért mindegy 1500 sportolót hozott a városba, és abból olyan közel 1200 sportoló nem magyar, hanem valahonnan a világból érkezett Fehérvárra, ők azért egy hétig itt vannak. Ezek fontosak a helyi gazdaság szempontjából is, és hát jó hírét veszik
a városnak, hát elég csak mondjuk az Instagram felületeket, a Fehérvár hashtages részeket megnézni, és pontosan látja mindenki, hogy rengeteg fotót készítettek, a világ különböző részéről érkezett sportolók jól érezték itt magukat, és a világhálón ez megjelenik. Azért is mondom, mert tudom, hogy elindult a Instagram oldala a televíziónak, a médiacentrumnak, szerintem ez egy nagyon jó döntés, és ha valaki híreket szeretne, akkor képes beszámolók tekintetében ezen az Instagram felületen is most már majd el fogja tudni ezeket érni. Ugye mondta, hogy fontos ugye a turizmus vendéglátás Székesfehérváron, és ugye ezek a színes programok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre többen jöjjenek ide hozzánk, akár egy ilyen pandémiás évben is. Igen, és talán még minket is egy kicsit váratlanul ért, hogy az utazó közönség a belföldi turizmusban aktívan résztvevők számára a legközkedveltebb célponttá Fehérvár vált ebben az esztendőben. Láttuk a számokon, hogy szépen nő a város turisztikai értéke. Azt is látjuk, hogy a régióban, ahol egyébként rengeteg turisztikai érték van, gyakorlatilag csak Visegrád az, amelyik nagyobb vendégészakás számmal rendelkezik, most már Fehérvár második helyen van, egyébként a velencei tavat is megelőzve, ami szerintem azért fontos, mert így a tó és a város kapcsolatát is erősíteni tudjuk, ki tudjuk egymást egészíteni, szerintem ennek is fontos jelentősége van. Egyébként a velencei tó vízpotlási problémáin is közösen dolgozunk, például Tesszeri Zoltán képviselő úrral, Varga Tamással, hogy erre legyen megoldás, mert hogy a tó és a város együttműködése az a természetvédelme is hozzátartozik, és hozzátartozik a nyárhoz a turista, a mosolygós, jókedvű, fényképezkedő, fényképeket készítő, magyar vagy éppen külföldi turista. Egy dolgunk van, olyan körülményeket adjunk, hogy ők jól érezzék magukat, és aztán pedig visszatérjenek. De tegyük hozzá, hogy a Királyi Napok rendezvénysorozat is, más programok is arról is szólnak, hogy a fehérvári pedig otthon is jól érezze magát, jól látni újra megtelt élettel a város, de hogy ez ősszel is így legyen, télen is így legyen, és hogyha kell is korlátozni, legalább nem mindent kelljen újra visszazárni, az valójában azon múlik, hogy aki még nem tette meg, azt rá tudjuk-e közösen venni, meg tudjuk-e kérni arra, hogy menjen el és oltassa be magát. Hogy a színes programok között még mi várja az érdeklődőket, ezt a következő bejátszóban megtudjuk. Egy vélhetőleg nagyon különleges hangulatú előadás lesz, Egyensúly ünnep a címe. Az Árpád ház 406 évét dolgozom fel egy 40 perces látványos előadásban, egy showban, egy középül revűben, ha úgy tetszik. Azért 406 ez a 301 év, mert attól a pillanattól fogva, hogy Minrót két fia meglátja a csodaszarvast egy vadászat közben, addig a pillanatig, hogy harmadik András kezéből kihull a mérgezett boros pohár, és a király holtan rogy össze is ezzel az Árpád ház kihal. Ezt az időszakot fogom átfogni ebben a történelmi játékban, zenével, tánccal, énekkel, cirkuszi akrobata mutatványokkal, mely felvillantjuk az öt árpádházi szent alakját, Istvánt, Imrét, Lászlót és a két asszont vagy lányt, hölgyet, Erzsébetet és Margitot. Azon kívül harmadik Bélát, negyedik Bélát és ugye a királyt, a utolsó aranyágacskát, utolsó apátházit, harmadik Andrást. Egyensúly ünnep pedig azért, mert folyamatosan egyensúlyozunk élet és halál, remény és kudarc között, a történelmünk is erről szól. Azon kívül egyszerre vagyunk keleti és nyugati emberek, keletről jöttünk, Európában van a hazánk, és tulajdonképpen az Árpádház születését és halálát is megmutatjuk ezzel, élet és halál misztériumában az egyensúlyt keressük. Ezt a fajta egyensúlyt hivatott nekünk megmutatni a Baross Imre artista képző növendékeinek káprázatos egyensúlyozó mutatványainak sora, amelyeket mi szervesen beépítettünk ebbe az előadásba plusz tartalmakkal. Az egész előadáshoz Szirtes Edina készített egy 40 perces komplex kísérő zenét, ami nem is kísérő zene, hanem az ő zenei világára fűztem fel én íróként és rendezőként az egész megnyitót. 21-22-én újra játsszuk az emlékhelyen a Morva-mezei csatát, amit júniusban egyszer már bemutattunk itt a közönség előtt. Ugye ez
Kun Lászlóhoz kötődő csata, ami azért is egy nyertes csatánk, három király csatája, mert akkor mi ugye a németek oldalán párban vívtuk meg a csatát a feltörekvő cseh király csapatai ellen. Ez volt az a csata, amelyben mi kivívtuk Habsburg család felemelkedésének lehetőségét. Ez volt az a világra szóló győzelem, ami után a kis ismeretlenség homályában rejtőző hercegi család, Habsburg fölemelkedett és európai szinte jelentős királyi családdá vált. Beszélt már arról, hogy ki mindenki vesz részt, vagy hát sokan benne vannak ebben a szervezésben, a lebonyolításban. Itt Matóz János, amiről utoljára beszélt, ez a sakk, élő sakk, ebben fiatalok vesznek részt. Most például az első István Technikumnak a diákjai, hogyha jól tudom. Ámulok és bámulok mindig egyébként ezeken az előadásokon, hogy itt Székesfehérváron mennyi tehetséges diák tanul. És ezt ők, hogyha megadjuk nekik a lehetőséget, hogy megmutathassák, akkor meg is teszik. És nekünk igazán annyi dolgunk van, hogy szakaltott felnőttek koordinálása mellett, de megadjuk a lehetőséget, a terepet arra, hogy a fiatalok megmutathassák, hogy értik ezt a várost, ennek a történelmét, jelenét, van véleményük a világ dolgairól, és hogyha alkalmat kapnak rá, akkor ezt nagyon szívesen elmondják, eltáncolják, eléneklik, elsakkozzák. Azt hiszem, hogy ez is egy nagyon-nagyon szép előadás lesz, ugyanúgy, ahogy elhangzott a maga, azt hiszem, hogy a megnyitója a királyi napoknak, az is nagyon látványos lesz, és generációk találkozása is a királyi napok, hiszen gyakorlatilag a legkisebbektől kezdve minden generáció megtalálja ebben a másfél hétben azt, ami őt megszólítja, érdekli, és bízunk benne, hogy miközben megy valamilyen program, ami őt érdekli, esetleg bele tud kapcsolódni olyanba is, ami kevésbé, viszont mikor már ott van, akkor igenis sikerül megszólítani, és ezzel átadni bizonyos értékrendszert is, illetve a lokálpatrióta érzést azt pedig erősíteni. Ez abszolút cél, kimondott cél, és ez hozzátartozik sok dolog mellett az is, hogy a múltunkkal tisztába legyünk, és persze a 21. századi módon adott esetben a kultúra, a művészet eszközeivel, de ezt fel is meg tudjuk mutatni. Ugye most Nemzetközi Néptáncfesztiválra nincs lehetőség, viszont lesz Királyi Napok Folk Fesztivál. Szerintem emiatt is sokan érkezhetnek ide Székesfehérvárra az ország más területéről. Igen, és hát ennek aztán különösen nagy hagyományai vannak a városban. És hát persze mindenki sajnálja, hogy nem nemzetközi, nagyon-nagyon látványos szokott lenni a gála, nagyon látványos szokott lenni, amikor a nemzetközi csoportok megérkeznek a táncosokkal a világ különböző részeiről a városházára. Látványos azért is, hiszen Fehérvárnak a címe az egy nyitott várkapu, városkapu, ami ezt jelképezi, hogy ide várjuk az embereket, hogy a saját kultúrájukat megmutassák. Erre most így idén nem lesz lehetőség, bízunk benne a jövőre újra, de hát itt van nekünk az Alba Régia Néptánc Együttes hozzátartozó piciktől az idősebbekig, és biztos vagyok benne, hogy nagyon szép dolgokkal készülnek, és hát hoznak olyan vendégeket, akik pedig ebben a kulturális körben meghatározók, és biztos, hogy nagyon szép élményt fognak adni a fehérvárjaknak. Most meg is tudhatjuk, hogy mi minden várható majd a Folk Fesztivál ideje alatt. Nem csak idén, hanem már tavaly is nélkülöztük a kiváló nemzetközi csoportokat, főként úgy, hogy a 25. jubileumi Nemzetközi Néptáncfesztivál lett volna, de hogy a kedves fehérvári közönséget ne hagyjuk hiányba, ezért kitaláltuk a hazai közreműködőkkel a királyi napokat, és hát sajnos a pandémia idén sem engedte a nemzetköziséget, ezért inkább meglovagoltuk a tavaly befutott Táncház berkein belül lévő fesztivált, és kineveztük Királyi Napok Folk Fesztiválnak, 5 napossá bővítettük a Táncház berkein belül, és nem csak a néptánc, hanem a zene, a világzene, a népzene is legalább ugyanolyan fajsúlyt kap a táncház falai között. Délután, este, éjszaka, hajnalig egy alkalommal kimerészkedünk majd az országzászló térre királyi gyermekjátszó programunkkal, a Szettevette zenekarra és Knejfeni Lackó Krisztával, ahova várjuk a kisgyermekes családokat, hogy azért visszahozzuk azt a feelinget, ami 2 évvel ezelőttig ugye jellemezte a néptánc fesztiválunkat a belvárosba. A programjaink pedig igen gazdagok lesznek. Azt találtuk ki, hogy eddig a 25, illetve 26 év alatt
A táncházban mindig egy alkalommal volt az úgynevezett szuperbuli, ahol egy első évonalbeli magyar világzenei együttes tolta hajnalig. Most minden este lesz ilyen, augusztus 13-án este a Gipó Cirkusz, 14-én a Romanodrom, 15-én Ferenci Gyuriék a Rackával újra ellátogatnak hozzánk, 16-án a Góbé Zenekar hazai kutyánkőkével Várai Áron, frontemberrel, 17-én pedig most idén nem Kokoloko, hanem a Jam Show Band, de előtte a Puszták Népe Front debütáló koncertje lesz. Ennyi a zene, természetesen lesz tánc is. Az Alba Régia a Tánc Együttes új táncszínházi műsora Eszenciák címmel, ez augusztus 14-én szombati napon 15 és 18 órai kezdettel. Az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek majd augusztus 16-án Repeta címmel. Lesz Csillagkapu, Csóri Sándor verseiből Novák Péter játékával, Pulutykával augusztus 15-én 17 órakor, illetve lesz egy kiemelkedő program Mesterkurzus címmel, ami a Magyarország legjobb néptánc pedagógusai köztük Majoros Róbert és Majorosné Szabó Veronika és egy szép szóló gálát adnak elő, és szerintem még sok mindent kihagytam, de várunk mindenkit a táncházba 13-ától 17-ig nagy szeretettel. Hát azt hiszem, hogy minden elhangzott, ami miatt izgalmas lesz a néptánc tekintetében is ez a másfél hét. Igen, ugye augusztus 20-ához, az államalapítás ünnepéhez kapcsolódik a királyi napok. Augusztus 20-án mi mindennel várják a látogatókat? Hát először is, hogyha így vetődik fel a kérdés, akkor én muszáj elmondanom azt az örök álmomat, hogy egyszer elérjük azt, haladunk azért ebbe az irányba, de még nem tartunk ott, de mindenképpen szeretném, hogyha egyszer kimondhatnánk, hogy ahogy természetes, hogy október 23-a vagy március 15-e fő ünnepei Budapesthez kötődnek, úgy augusztus 20-a az állami és az egyházi ünnepek tekintetében is Fehérvárhoz kötődnének. Beleértve már augusztus 14-ét, a fogadalmi szentmisét, és augusztus 20-át is, Szent István ünnepnapját, mert minden, ami augusztus 20-án és egyébként augusztus 14-én emlékezünk, az Fehérváron történt, Fehérvárhoz kötődik, és Szent István szándékosan Fehérváron tette. Tehát persze ma jelenleg fővárosban van bizonyos kérdéseknek a központja, ez nem is lehet vitattárgya, de mégiscsak augusztus 20-a ünnepét, ha valaki érti, akkor az Fehérvárihoz köti ezt az ünnepet, és mi ehhez mérten próbáljuk augusztus 20-át átgondolni. Ugye délelőtt ünnepi szentmise, 10:30-kor püspök úr celebrálja, ő megáldja, aztán megszenteli a végén a város kenyerét, ezt együtt kihozzuk a most Szent Imre templomból, hiszen a bazilika felújítás alatt áll. Délután pedig ugye lesz királyok menete, amiről még talán Igaz Kriszta beszélt, az óriásbábok, ugye 21 óriásbábbal, majd kicsi 6 éves lánytól azt hallottam, hogy az óriások jönnek-e a városba, úgyhogy megnyugtatunk mindenkit, hogy az óriások jönnek a városba, többet fel tudtunk újítani ezekben a hónapokban, tehát nagyon-nagyon szépek lettek, megújultak. A királyi menet párhuzamosan egyébként Szent István szarkofágánál helyezzük el az emlékezés koszorúját, virágait, utána átvonulunk együtt egyébként a óriásokkal a Szent István térre, Szent István szoborhoz, és ott lesz, és ott kerül sorra az ünnepi közgyűlés, ott adjuk át a város legfontosabb éves díjait, kitüntetéseit, és aztán pedig este bizonyára rengeteg, sok-sok ezer ember előtt az István a király lesz megtekinthető ingyenes koncertként a Zicsi-ligetnél. Várunk mindenkit szeretettel. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon szép ünnepi és méltó ünnepi program vár mindenkit augusztus 20-án, aki Székesfehérváron lesz, vagy ide érkezik hozzánk vendégként. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Így hát ebben a 35 percben nagyjából körbevezettük a nézőket, hogy mi mindenre számíthatnak ebben a néhány napban, ugye 13-a és 22-e között. Én köszönöm a lehetőséget, és hát bízom benne, hogy mindenki nagyon-nagyon jól fogja magát érezni ebben a másfél hétben is Fehérváron. Köszönöm az önöknek, a nézőknek is a figyelmét, hogy megtekintették ezt a műsort, így egy kicsit tájékozódhattak a királyi napok rendezvénysorozat színes programjairól. Ha szeretnének részt venni rajta, akkor mindenképpen jöjjenek el és vegyenek részt ezeken a programokon. Mint ahogy hallottuk is, nagyon színes programok várják az érdeklődőket. Viszontlátásra!